Nos, hello mindenkinek, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint Sandyhoz fogunk elmenni ismételten bikini fenéken. Most rávalam, hogy a kicsikét több smonyolvos videót fogtok majd látni a csatornán, ugyanis most megjött a kedvem a smonyolvos témákat eleveníteni, na, így kell mondani, néha kicsikét nehezen megy a beszélés, na ezért bocsánat, csak már kicsikét késő van meg minden. Szóval Sandy elhívott magához, hogy valamit nézzek meg, na várjatok közben, hogy a mikrofont egy kicsikét még hátrébb rakom, hogy nehogy túlságosan hangos legyek nektek, meg ilyenek. Na szóval, ugye Sandy hívott el magához, hogy nézzem meg, vagy nézzek be hozzám, mert valami nagyon fontos problémája van. Dani, gyere azonnal a házamba, Sandy. Tehát magad egy ennyit írt. Szóval kíváncsi leszek, hogy mit akar, mert mindjárt ott is vagyunk a háza előtt, szóval gyors rohanok is, hogy nehogy lekések, vagy lemaradjak bármiről, mert hogyha valóban nagyon fontos, akkor lehet, hogy tényleg sietnünk kéne. Szóval, várjatok, jó, így tökéletes. Nos, hello Sandy, na várjatok, itt áll. Hello Sandy, úha. Srácok, Sandy az mindig is így nézett ki, egy kicsikét furcsán néz ki, de mindegy, hagyjuk. Szia Dani, hello, mi az, vagy mi történt, mert nagyon sürgettél engem, hogy nagyon fontos, vagy nem tudom, hogy gyere azonra a házamba. És hát, ja, gondolom, hogy van valami, igen, hívtlak. Na, akkor elmondod, hogy mi a történet, vagy mi történt, vagy miért kellek? Ugyanis nagy probléma van. És mi lenne az a nagy probléma, hogyha esetleg szabad megkérdeznem? Hát az a helyzet, hogy Patrikon teszteltem, igen, egy új találmányomat. Hát az általában nem szokott jól sikerülni, meg ilyenek. Igen, és eléggé rosszul sült el, és hát megőrült. Óha, Patrik megőrült? És merre van? Vagy nem tudom, nem látom itt sehol úgy nagyjából. Gondolom mondjuk akkor valószínűleg elmehetett, vagy nem itt tesztelted rajta, vagy nem tudom. De mindegy, és mit kell csinálnom? Fogalmam sincs, merre lehet. Aha. Hát ez tényleg nagyon jó. Az a lényeg, hogy be kéne adni neki az ellenszert. Húha, és gondolom ebbe a ládában az aha. Ez az ellenszer? Igen, ez az ellenszer. És ó, itt van egy szett is. Gondolom, hogy ezt nekem szánod. Legalábbis hát remélem, mert hogyha egy őrült Patrikról van szó, akkor azért nem hiszem, hogy nagyon tanácsos lenne oda menni cuccok nélkül ellene. Hát jól van, Sandy. Rendben van. Hát én elviszem neki, és hogyan vegyem rá, hogy bevegye? Vagy nem tudom, mert most igen, persze, ez mind a tied. Jó, rendben, köszönöm. És hogyan tudom erre rávenni, hogy ő ezt bevegye? Mert most azért, de ha megvan őrülve, és ilyenek, akkor ja, érted, és miért pont én? Tehát most nem azért mondom, de én így, az már a te dolgod. Én ennyire feláldozható vagyok a számodra, vagy nem tudom, te is elmehetnél, vagy mindegy, tudod, mit nem, megcsinálom. Nagyon szívesen segítek meg minden. Gondoltam, hogy te vagy erre a tökéletes ember, hát ez nagyon hízelgő meg minden, te biztosan meg tudnád csinálni, jó, rendben van. Nem kell ennyire itt hízelegni meg semmi, megyek, segítek, persze, hogy segítek, na. Sandy, jó, akkor én körbenézek nagyjából, és megpróbálom megkeresni. Nagyon köszönöm, Dani, jó fej, hogy hát szívesen. Hát srácok, akkor Patrikot kéne megtalálnunk, sok sikert, szia, köszi, hello. Hú, Patrikot kéne megtalálnunk, és nem tudjuk, hogy hol van. Na jó, elsősorban, ahol meg kéne néznem, szerintem az a medúza mező. Tehát ami logikusnak hangzik, hogy hova menne ilyenkor Patrik, az nekem a medúza mező lenne talán, de nem nagyon látok itt semmit. Nem tudom, hogyha megőrül meg ilyenek, akkor gondolom, hogy valami jelet is kéne látnom arra, hogy valahol ott van, de nem, itt nincsen. Jó, következő tippem, ahol esetleg lehet, az a háza, esetleg, vagy még azután a rákoló talán? Mindegy, majd megnézzük, gyors szépen benézünk a izéhez, a háza környékére, hogy hát, ha ott fogjuk megtalálni. Amúgy srácok, hogyha érdekel titeket, amúgy vannak ugye saját termékeim, amit a leírás első sorában találtok. Közben, hogyha már így járkálunk és keresgéljük, akkor erről így beszélek nektek. Patrik háza, hát nem tudom, itt se nagyon látom. Itt sincsen srácok, nincs itthon. Akkor merre lehet? Na jó, elmegyek a rákolóba, azt hiszem, hogy abba az irányba van. Akkor gyors szépen átfutok a városon, és elvileg utána kéne lennie a rákolónak valahol, és hát reméljük, hogy nem tett túl sok kárt a többi emberben, mert ja, mindenféleképpen akkor valahogy így be kéne neki adni ezt a ellenszer, de valamivel nem tudom, meg kéne győzni, vagy valahogy rá kéne venni, vagy nem tudom. Mennyi falusi van itt, meg ott van Patrik. Ott van, mit csinál? Ajajajajajaj. Srácok, ez rosszabb, mint gondoltam. Úristen. Ez rosszabb, mint gondoltam. Ne!
felrobbantja. Ne. Patrik, figyelj! Ne. Most ez komoly? Ne. Szegény, ne. Menjetek innen, falusiak. Ne. Isten, ez most... Patrik! Haló, Patrik, engem ismersz, halljátok, be kell vennem egy OP-t, nehogy megöljen engem. Patrik, haló, de úristen, vicseket csinált belőlük. Patrik, te engem ne jöjj már, hallod, engem ismersz. Patrik, gyere már vissza, Patrik, haló, hello. Szia, Patrik, figyelj már, engem tudod, hogy ismersz, én vagyok Dani, tudod, ismersz engem, tudod, figyelj. Szia, gondolom ez a szia akar lenni. Figyelj, ne lövöldöz, én veled vagyok, figyelj, ne, hogy felgyújtsd az egész városnak az a szegény falusiakat. Figyelj ide, Patrik, most nem vagy önmagad, figyelj, tudok neked segíteni. Mi az, nem tudom ki vagy, ezt gondolom ez azt jelenti, de Patrik, figyelj, én vagyok Dani, engem ismersz. Tocs, fogyomnak is a barátja, meg neked is ismersz. Nem szabad TNT-zni, Patrik. Légy szíves, hagyd a TNT-ket, nem szabad ezt csinálnod. Figyelj ide, Patrik, ne. Uram, atyám, alig volt HP-m. Patrik, figyelj ide, tudok neked segíteni. Szandi küldött ellenszert, és meg tudlak téged gyógyítani. Figyelj, csak be kell venned, ezt csak be kell... Ne, Patrik, figyelj ide, nem szabad ilyeneket csinálni. Ide figyelj, nem hiszem el, de ezek a vicsek is, meg mindenki. Jó, tényleg kezd elegem lenni, hogy ennyi izé van itt. Vics, meg minden, ezeket nem tudom, meg kéne ölnöm, vagy valami, de közben felrobbantja a fél falut, ne! Jó, ki tudtam gyors ütni pont. Patrik, állj már le! Ne csináld már, hallod? Ez nem jó, ez nem szabad, nem szabad, a vicsiket most már tényleg megöljük. Patrik, nem veszek be semmit, mi az? Nem veszel be semmit, ide figyelj, ne. Patrik, figyelj ide, Patrik, muszáj bevenned, és a régi leszel, a régi énedet vissza fogod kapni. Figyelj, sokkal jobb lesz úgy neked, ide, látod? Hallod, amit mondok? Össze-vissza pörög meg minden. Ide figyelj, Patrik, na, de... Nem hiszem el. Srácok, hogy kéne rá... Szétszedni az egész várost, meg mindent, ne, a másik TNT-t gyors, legalább kiütöm, legalább csak egy TNT-t. Robbadjon fel, kiégek. Hallod, Patrik? Állj le azon! Jó, nem érdekel, neki kell támadnunk, srácok, valamennyire. Muszáj lesz neki támadnunk, mert ez így egyszerűen nem mehet tovább. Ne! Komolyan zombikat is szarnolsz le? Jó, legalább rá is mennek a zombik nagyjából, nem csak rám. Jó, legalább még égnek is ráadásra, és nincsen azért ezzel annyira nagyon nagy problémánk. Na mi az? Patrik, ide figyelj! Figyelj! Te, tudom, hogy te nem ilyen vagy! Változz meg, légy szíves! Na, figyelj, odaadom neked az ellenszert, csak be kell menned, és elégedsz el! Ó, Istenem, nem akarom bántani, srácok! Nem akarom bántani, Patrik, ti is tudjátok, hogy jó fej, meg vicces, meg minden. Nem akarom, de itt lövöld, azt hallod, kezd tényleg mondjuk előre elegem lenni belőle. Patrik! Figyelj, tudom, hogy a régi vagy. Jaj, tudom, hogy a régi vagy, Patrik, ne! Ne TNT-sz, figyelj, ne TNT-sz, hagyd, ne! Jó, pont lekérdezett, tudom izélni. Patrik, figyelj, odaadom neked a receptet, és rendbe tudsz jönni, jó? Rendbe tudsz jönni, figyelj, nem kell meghallod, de tényleg, normális lehetsz, mint régen, vagyis hát akkor sem voltál nagyon normális, de érted, legalább nem ilyen, hogy mindent meg akarsz ölni, meg minden, figyelj, megadod magad? Nem hiszem, hogy nem adja meg magát. Srácok, valahogy rá kell vennünk tényleg, hogy be tudja venni ezt a izét, mert tényleg nem akarom őt bántani, és már nagyon kezdenek fogyni az OP-ink. Még egy darab OP-almánk van, és ennyi. Na, Patrik, figyelj, de nem áll most komolyan még pókokat is. Figyelj, ne, Patrik, hagyd már abba, légy szíves, meg tudjuk mi ezt beszélni, de jönnek közben a mobok is, meg minden. Patrik, figyelj, ne, hagyd szépen a várost, így is elég nagy kárt okoztál, na, de nem hiszem el. Patrik, befejeznéd végre? Hallod? Állj már le! Na, végre, Istenem befejezte. Na, Patrik, ide figyelj! Most megpofozlak kétszer. Egy, kettő, azaz, szépen magadhoz térsz. Úgy van, dobjam, ez az. Na, ezt azonnal vedd be! Gyerünk, idd meg azonnal, gyerünk, most, idd meg, gyerünk, a szemem előtt, és a régi leszel, és visszaizélsz, muszáj, gyerünk, Patrik, meg kell tenned, figyelj, és a régi lehetsz, és nem lesz semmi gond, figyelj, sokkal jobb lesz, ígérem, gyerünk, mi ez, ellenszer, figyelj, a régi lesz, nem, srácok, hogyha ellenszer, akkor nem fogja bevenni, cukorka, édes, finom cukorka, kiégek és egyből bevette. Jaj, Istenem. Jaj, na, Patrik, figyelj, jól vagy? Patrik, jobbnak tűnsz, vagy nem tudom, normálisabbnak, hú, na, sikerült, bevált? Bevált az ellenszer? Na, ahogy látom, bevált, srácok, ugye, Patrik, normális vagy? Magadnál vagy minden, észhez tértél?
Hát úgy néz ki, jó. Figyelj, azonnal velem kell jönnöd Sandyhoz, mert nem tudom, hogy van-e még bármiféle mellékhatása, vagy bármi. Gyere, kövess szépen! Hát nem tudom igazán, mi történt. Figyelj, majd Sandy elmagyarázza neked. Én visszaviszlek téged Sandyhoz, és ő még segít neked. Gyere, gyere, gyere! Gyors srácok, még visszavisszük Sandyhoz, mert tényleg fogalmam sincs, hogy esetleg mi történhetett még vele, vagy még mi lehet esetleg vele. Rendben, köszi. Na, jó, nyugi, gyere szépen. És hát reméljük, hogy reméljük, hogy rendbe fog jönni, olyan fura érzésem van. Hát azt elhiszem, nem lehet túl könnyű ilyen, nem tudom milyen teszt alatt lenni, úgymond, de milyen gyors vagy már hallod, azt, ami sokkal lassabb vagy. Mondjuk a vízi élőlények nyilván gyorsabbak úgymond a vízben, mint egy ember. Na mindegy, Istenem, mennyire király már, még háttől is gyorsabban futna. Figyelj Patrik, ott van ugye bent izé, Sandy, én most nem fogok téged bekísérni, neked kell menned, de üzenem Sandynak, hogy meg tudtam csinálni, és hogy legközelebb figyeljen jobban az ilyen kísérletekre, és még mielőtt bemész szerintem, gyere, segíts elköszönni a videóból, átadom neki, jól van, és hát srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, de amúgy köszi a segítséget, hát nincs mit, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy jutottok velem ebben a videóban, hogyha tetszett, csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb, sziasztok!